2017. januárjától új irodában és új helyszínen végzi munkáját az MLS Bács-Kiskun megyei igazgatósága, miután két évtized után elköltözött az Imai utcára. A megyei igazgatóság munkatársai most már a Fráter György utcára várják a klubok képviselőit, ahol egyre inkább belakják új irodáikat. A költözésről, illetve a megyei futballélet aktualitásairól Losonci Lászlót, az MLS BKM igazgatóját kérdeztük. Igazgató úr, a megyei labdarúgó igazgatóság hosszú idő után költözött egy új helyre. Mit kell erről tudnunk? Hát igen, 20 év után elköltöztünk az Imai utcáról, a bérleti viszonyunk az megszűnt, és egy új bérleménybe költöztünk, ide a Fráter György utcára. Ez egy felújított épület, a megyei önkormányzat épülete. Most kezdjük belakni az épületet, remélem, hogy itt is 20 évig itt tudunk lenni, bár a mostani szerződésünk 5 évre szól. Milyenek az eddigi tapasztalatok, akár a klubok részéről, akár önök részéről, mennyire jött be ez a váltás? Klubok is szokják, mint mi, tulajdonképpen a bejáratot is keresgélik, bár a tábla kint van, nyilván kell egy kis időszak, még megszokják ezt az épületet és az irodák elhelyezkedését is. Ha jól tudom, az MLS számos fejlesztést is bevezetett most a téli időszakban, amiket teszteltek, most hamarosan élesbe fordultak, ezeket mennyire sikerült megszoknia itt a megyében a kluboknak, ha jól tudom, több oktatási napot is tartottak. Hát igen, egy új informatikai rendszert fejlesztettek. Úgy, mint minden újat, nagyon nehéz megszokni, mint minden új tartalmaz bizonyos olyan dolgokat, amit meg kell tanulni, ismerni kell a szabályzatokat, ismerni kell az informatikai rendszert, tudni kell kezelni, nyilvánvaló, hogy az idősebb korosztálynak jelent ez problémát, a fiatalok azért hamarabb megszokják. Folyamatos fejlesztések történnek az informatikai rendszerben, és ezt folyamatosan átadjuk a csapatoknak is, ezeket a tudnivalókat. Remélhetőleg ez nyárra azért már kiteljesedik, és mindenki rendszeresen és folyamatosan tudja ezt a rendszert kezelni. Elkezdődött már ugye a megyei első és megyei másodosztály, hamarosan startol ugye a megye 3, elég éles bajnokságok lesznek. Hát igen, a megyei első osztályunk az nagyon erős, tulajdonképpen azt lehet mondani, két kiemelkedő csapat van, remélem a többi csapat nem fog megsértődni, a Kecskemét és a Tiszakécske. Én úgy gondolom, ennél a két csapatnál NB2-es feltételek vannak. Sajnálatos módon az egyik csapat megint nem fog feljutni az NB3-ba. Reményeim szerint a bajnok azért az osztályzót megnyer, ha kell osztályzót játszani, megnyer, és lesz a megyének NB-s csapata. A megye 2-ben is nagy a küzdelem, a déli csoportban és az északi csoportban is. Remélem, hogy a bajnokok vállalják a magasabb osztályt. Mivel lenne elégedett, hogyha mondjuk nyáron beszélgetnénk? Hát azzal lennék elégedett, hogy egy-két újabb csapat megjelenne a megye első osztályban, a megye 2-es bajnok, és azzal, hogy a megye 3-as bajnokok is egy osztályt előre lépnek. Tulajdonképpen a csapatoknál ez a körforgás az egy egészséges váltást jelentene minden esetben, hiszen aki kiesik, annak meg kell újulni tulajdonképpen szervezetileg és játékos anyagilag, szakmailag, és hogy vissza tudjon jutni, és ez egy egészséges folyamat lenne.